Szeretet, összefogás, elfogadás. Kedden volt a nevelőszülők napja a Gyermekvédelmi Napok Fejér megyében című programsorozat keretében. Ezzel foglalkozunk a mai esti mérlegben. Tartsanak velünk! Sóhajt a forrás, néha csobban. A Láncos Kornél gimnázium diákjainak műsorával kezdődött idén a nevelőszülők napja Székesfehérváron. A Gyermekvédelmi Napok Fejér megyében című programsorozat keddi napja a tisztelet és megbecsülés jegyében telt a Tüzér utcai gyermekvédelmi központban, ahol három áldozatos szolgálatát hosszú ideje végző nevelőszülő, Várhegyiné Békési Gyöngyi, Nagy Péterné Sipos Magdolna és Nagy Imréné kapott elfogadás díjat. 2011 óta végzem ezt a munkát. Első gyermekem egy gyermekeim, egy testvérpár volt. Nagyon-nagyon vártam őket, és nagyon megörültem nekik. Végre lett a családba egy kislány, mert hozzá kell tennem, hogy nekem három fiam van, mint felnőttek, és ez a kislánynak, hát ez minden álmom és vágyam volt. Hát elég nehéz munka, sok minden kiderült az első pillanatokban. A kislány megnyílt nekem már májusban, április 4-én kerültek hozzám, áprilisban már komoly problémák voltak. Úgyhogy nagyon szeretem csinálni, a felnőtt fiaim támogatnak, mindenben segítenek, nálam a gyerekek családtagként vannak kezelve, akar nyúl a hűtőbe, amikor akar, azt csinál, amit akar. Szóval vannak szabályok, de nagyon szeretem őket, és úgy veszem észre, hogy ők is aggódnak, értem, bármi gondom, bajom van, mindent megcsinálnak nekem. Jelenleg 5 gyermeket nevelek, 15 éve vagyok nevelőszülő, és 10 gyereket neveltem összesen. 2 örökbe adtam, 3-at azt most fogják majd örökbe vinni, ő egy 2,5 éves tündéri kislány. Nagyon sok kötődés van a gyerekek és mi közöttünk, és család, tehát így mi így vagyunk egy család, és nagyon-nagyon jó ezt csinálni, és én azért lettem nevelőszülő, mert én örökbefogadott gyermek vagyok, és én egy nagyon jó családban nőttem fel, és akkor azt mondtam, hogy segítsünk olyan gyermekeknek, akik nem tudnak a családukban lenni valamiért, és ezért lettünk mi így a párommal, közösen ezt eldöntöttünk, 4 saját gyerek mellett, és vállaltuk őket. Most már nagy gyerekeim vannak, úgyhogy egy van otthon, aki még 20 éves, és a többi az már unokáim, és nagyon-nagyon jó dolog, amikor összejövünk, mert akkor már olyan sokan vagyunk, 22-en, hogy jó nagy asztalt kell teríteni, és nagyon jó együtt lenni, és együtt programokat csinálni, és nagyon szeretik a saját gyerekeim is, a nálam nevelkedő gyerekeket, és fordítva, tehát mi így vagyunk egy család, a nagy család. A Fejér megyei gyermekvédelmi hálózat keretében közel 200 családban több mint 600 fiatalról gondoskodnak, így megyénkben az állami gondozott gyerekek 71%-a nevelőszülőknél él. Deresné Tanárki Mária, a Gyermekvédelmi Központ igazgatója köszönetét fejezte ki a hálózatban résztvevő nevelőszülők munkájáért, és felelevenítette az elmúlt több mint egy évtizedet. Sok évvel ezelőtt merült föl annak az igénye bennünk, hogy meg tudjuk becsülni erkölcsileg, és hát majd anyagilag is, miként el is érkezett az ideje, ennek is 2014-ben. Tehát, hogy meg tudjuk becsülni a nevelőszülőknek azt az áldozatos odaadó munkáját, amivel azokat a gyerekeket nevelik, akik átmenetileg a saját családjukat nélkülözni kényszerülnek. Tehát, hogy 11 évvel ezelőtt jutott ez a gondolat olyan pontra a megvalósítás szintjére, hogy egy kiváló keramikus tanítványom öntötte formába az én álmomat. Láttam egyszer valahol egy egymás kezét fogó, de egymás karja egymásba nyúló érő gyermeket és egy felnőtt alakot. És ez annyira bájos volt, és annyira kifejezte azt a gondolatot, azt a tartalmat, amit itt mi közösen a nevelőszülőkkel teszünk a gyerekekért, az ölelés tulajdonképpen, hogy ebből készült egy kis kerámia szobor, amelyből minden évben 3 díj kerül átadásra, annak a kifejezéseként, hogy mekkora tisztelettel viszonyulunk mi
a működtető tulajdonképpen, a nevelőszülői hálózat működtetője e felé a tevékenység felé, e felé a szolgálat felé. Tehát három olyan kiváló nevelőszülő kaphatja meg ezt a díjat a erre létrehozott kis tanács döntése alapján, aki példaértékkel neveli, gondozza, plántálja a nála elhelyezett gyermekeket hosszú időn keresztül, kitartó munkával és nagy odaadással. Az intézményvezető Dancs Norberttel közösen adta át az elfogadás díjakat, megköszönve ezzel a nevelőszülők áldozatos szolgálatát. A nevelőszülői hálózat a szülői gondoskodást átmenetileg vagy tartósan nélkülözni kénytelen, valamint az elárvult gyermekek és fiatal felnőttek gondozását, nevelését végzi. A nevelő családok a vérszerinti családot helyettesítő szerepkörben saját otthonukban nyújtanak segítőkezet, érzelmi biztonságot a elszoruló gyermek. Amíg egy gyermeket különböző okok miatt nem helyezhetnek vissza vérszerinti családjához, addig megfelelő környezetet biztosítanak neki. A nevelőszülők tudják leginkább kialakítani a gyermekekben a pozitív énképet, személyiségfejlődésüket, a megfelelő modellt terelni és elősegíteni, hogy majdan képesek legyenek az önálló életre. A nevelőszülőknek fel kell készülnie arra is, hogy saját családjukban súlyosan elhanyagolt, veszélyeztetett gyermekek kerülnek majd, akik komoly egészségügyi vagy mentális problémákkal küzdenek. A nevelőszülők példát mutattak a társadalmi felelősségvállalásra. Szerdán pedig versek és zeneszó töltötte meg a Szent István Művelődési Ház Szent István termét. Régi magyar áldás. Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott a napsugara, hogy melegítse fel szívedet. A Fejér megyei Gyermekvédelmi Napok szakmai konferenciával folytatódott. Nevelőszülői munka, család és gyermekvédelmi szakellátás, családi életre nevelés. Ezekkel a témákkal várták a szakmai nap résztvevőit szerdán. A rendezvény a családok évéhez is kapcsolódik, így az előadások fő témája a család volt. A programon Viza Attila önkormányzati képviselő az intézményrendszer fontosságáról beszélt. Hozzátette, a cél a családok segítése. Azt gondolom, ugye, hogy társadalomban élünk, és ugye a társadalom legkisebb alkotó része az a család, és egyébként a legfontosabb is, hiszen mint az erkölcsös nevelés, a nemzet megtartása tekintetében az egyik legfontosabb elemi egység. Sajnos vannak olyan családok, ahol a gyermekeknek nem adatott meg az a harmonikus és biztonságos élet, amely reményeink szerint minél több családban megvan. Ezért az államnak itt feladata van, több mint a gyermekeket kiemelni ezekből a családokból, mert a régi, de nem is olyan régen, de azért a nagy ellátórendszerekben összegyűjtötték a gyermekeket, és ott kellett volna, illetve hát ott foglalkoztak velük, és próbálták őket egy teljesebb életre nevelni. Ez a szemlélet már jó ideje megváltozott, és megpróbálják azt a nevelőszülői hálózatot fejleszteni, életben tartani, illetve a gyerekeket ilyen szülőkhöz kihelyezni, akik biztosítják azt a lehetőséget, hogy a gyerekek valóban egy kvázi, egy családi kötelékben megismerik a családi kötődést, a testvéri viszonyulásnak a kérdéskörét, és szerintem ennél fontosabb nincs is. Ugye itt a családok kerülnek a középpontban, ez mit üzenhet nekünk, minnyájunknak? Hát, hogy a gyermekvédelemnek, ugye a mai szakmai konferenciának ez a fő mondani valója, illetve hát témája, elsősorban nem a kiemelés, nem a gyermekek elhelyezése az igazi családi, tehát a vérszerinti családi kötelékből, hanem elsősorban én azt gondolom, hogy a helyben kell megoldani, tehát a családokat kell segítenünk, hogy ő eléjük került olyan életvezetési vagy egyéb problémák, amelyek veszélyeztetik a gyermek harmonikus fejlődését, ezekben tudjon segíteni az intézményrendszer, az állam. És én azt gondolom, hogy Székesfehérvár megyei jogúváros önkormányzata ehhez minden támogatást megad, és ahogy hallhattam és beszélgettem itt a konferencia előtt, az intézményrendszer is fel van készülve, és egész odaadással dolgozik ezen az ügyön, illetve hát a gyermekek szebb jövője.
A szakmai napot követően csütörtökön a támogatók napjával folytatódik a programsorozat, ahol a gyerekek egy színvonalas műsor keretében köszönik meg a támogatók áldozatos munkáját. Pénteken pedig nyílt nap is lesz a rendezvénysorozat keretében, ahol az érdeklődők betekintést nyerhetnek a gyermekotthonok, lakásotthonok életébe, a szakszolgálat sokrétű feladataiba. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg, viszontlátásra, jó éjszakát!